Ritka témát dolgozott fel a vándorkiállítás, rejtélyes haláleset, születésnapján köszöntötték, egy napon belül kétszer is előállították. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 6-án 18 óra 5 perckor. A Györffy István Nagykun Múzeumban a Jászfényszarui Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára által létrehozott Daliente per Laurente Bedekovics elnevezésű válogatását idős Bedekovics Lőrinc kéziratos térképeiből című vándorkiállítást tekinthették meg a megjelentek. Ahogyan dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató köszöntőjében elhangzott, igazán egyedi és ritka témát dolgoz fel a kiállításanyag, amely mintegy 26 kézzel készített térképrajzból áll. A kiállítást megnyitó Kovács Béláné Pető Magdolna, a Jászfényszarui Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke kiemelte, külön öröm számára, hogy Karcag, mint a nagykunság fővárosa adott otthont a gyűjteménynek. Megtiszteltetés számunkra, hogy éppen ebben az évben, és éppen itt a Nagykunság fővárosában, azon a helyen, ahol közel 220 éve épült a karcagi Zádorhíd, ami tőlünk, mint Jászságtól nagyon távol van, tehát megragadtuk ezt a kellemes kirándulási időt, és személyesen is megkerestük, megnéztük. Erre mondjuk azt, hogy megérintett a történelem bennünket. Éppen most idős Bedekovics Lőrinc, a Jászkun 3. kerület geodétája, nagy tudású mérnöke volt, aki közös ismerősünk, közös értékünk, hiszen a Jászságnak, Nagykunságnak, Kiskunságnak volt földmérő mérnöke. Ebben az évben évfordulós bicentenáriumi emlékévet hirdettünk, hiszen halálának 200. évfordulóját is megünnepeljük, megemlékezünk róla egy emléküléssel és az év során egy sorozat kiállítással. Néhány gondolatot szeretnék azért mondani. A mi népfőiskolai társaságunk egy civil szervezet, amely az idős Bedekovics nevet névadóként választotta. Tettük ezt akkor, 30 éve éppen, hogy megalakult a civil szervezetünk, tettük ezt akkor, amikor nem volt annyira természetes, hogy ilyen rengeteg civil szervezet működik egy-egy településen. A mi főiskolánk civil szervezet, de helyet kaptunk egy önkormányzati intézményben alkalmanként, egy parányi pici kis irodával, illetve minden képzéssel, közművelődési, kulturális programunkkal helyünk van a településen, és hát már 30 éve működünk, tehát éppen ebben az évben egy évforduló is az apropója annak, hogy idős Bedekovicsról megemlékezzünk. Horváth Gergő, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltárának az igazgató helyettese elismeréssel szólt a vándorkiállítás témájáról, kiemelve az adott kor technikai modernitását nélkülöző időszakot, amelyben készültek a kiállított térképek, amelyek ezáltal is emelik a térképrajzok értékét. Több mint 4 évtizedes szakmai pályafutás vette kezdetét, amelyből jelen ismereteink szerint közel 100 darab, ugye itt is bemutatott, vagy ehhez hasonló munka maradt fent. Ezek között egyébként találunk nagyon sokféle munkát, tehát megyetérképeket, határfelméréseket, pusztatérképeket, vízügyi munkákat, településrendezési terveket, és úgy gondolom, hogy ebből a felsorolásból is látszik már az, hogy neki ebben az időszakban milyen sokféle problémával kellett megküzdenie. Ugye a 18. század az a modern magyar állam megalapozásának az időszaka. Ez az az időszak, amikor az igazgatásnak a különböző szintjein megjelennek azok a már megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik ugye meghatározott szakmai szempontok szerint tudják a feladatokat ellátni.
Ugye már maga Vedekovics is egy ilyen mérnök volt, azonban azt látjuk, hogy ez alatt a 40 év alatt is, amíg ő aktívan dolgozott, a feladatai azok egyre inkább bővültek, és egyre inkább növekedtek ezek a feladatok, és aztán mondhatjuk azt, hogy napjainkra már nagyon sok olyan munka, amit ő egy személyben ellátott, lényegében egy-egy önálló szakterületet is takar. Az ő munkáját nehezítette még az is, hogy a Jászkun kerület az nem egy egységes területen fekvő törvényhatóság volt. Ha majd megnézik esetleg a Jászkun kerület 1782-es térképét, akkor látni fogják, hogy borzasztó széttagolt volt. Egyes részei, egyes települései azok más megyék területébe ékelődve, mondhatjuk, a szigetszerűen helyezkedtek el. Ugye az azt jelentette a főmérnök munkája szempontjából, hogy egyes feladatainak az ellátásához bizony igen sokat kellett, hogy utazzon. Ugye a legtávolabbi pontjait, hogyha nézzük a Jászkun kerületnek, ugye elhangzott már Jászfényszaru, az a legészaki pontja, délen ugye Kiskundorosban, ami Szeged mellett található, és Szegednek a része ma már, még ugye nyugaton, hogy Kiskunlacháza keleten pedig itt Karcag volt a legszélső pont, de ez a mai közlekedési viszonyokat figyelembe véve is kb. 200-200 kilométeres távot takar. Ugye ebben a korszakban, itt a 18. század végén, hát itt azért az utak nem úgy haladtak, mint ahogy ma, és nem is olyan minőségű utak volt, és nem is olyan közlekedési lehetőségek. Tehát egy-egy ilyen utazás azért bizonyos esetekben a kalandosnak, máskor azért életveszélyesnek is számított. Nem véletlen például az is, hogy aki esetleg Pestről mondjuk Debrecenbe szeretett volna ebben az időszakban utazni, az nem egyszer elkészítette például a végrendeletét is, hiszen nem tudhatta, hogy kellő biztonsággal mondjuk célhoz fog-e érni. A megnyitó beszédeket követően a megjelentek megtekintették a kiállítás anyagát. Jászberényben egy 27 éves férfi rejtélyes körülmények közt veszítette életét. Megrázó tudósítás következik. Megverték, aztán felakasztotta magát a jászberényi fiatal, anyja szerint halálba kergették. Kaptunk egy telefont, hogy a Ferikét megverték. Ott Neszűrbe, ugye, de mi nem tudtuk azt, hogy ennyire súlyosan megverték a Ferikét, hogy ugye belekergették a halálba. És mi? És én bementem utána, feljelentést tettem. Kerestük a Ferikét, nem találtuk sehol. És tegnap megtaláltuk, ennyi volt. A rendőrség szerint magát akasztotta fel az a 27 éves férfi, akit találtak a rendőrök Jászberény külterületén. A fiatal azután tűnt el, hogy kedden brutálisan megverték, családja szerint halálba kergették a férfit. Hát kitalálták rá, hogy a lányt azt fenyegette, vagy épp megkergette, azt nem tudjuk biztosan. De ugye Ferike az ő nem volt ilyen, ő nem bántott senkit, az jó gyerek volt, az mindig dolgozott, segítőkész volt. Ezt a gyereket mindenki ismeri. És ugye azt mondták rá, hogy őt a lányt, valami lányt ott a Neszűrbe megtámadott. És ebből kifolyólag lett a nagyverés. A nő úgy vélekedik, hogy nem is a fiú ölte meg magát, hanem támadói felelősek a bűncselekményért. Nem volt benne szerintem annyi lélekerő, hogy ő felmászon a fára és felkösse magát. Nem. Mert ütötték, azt a videót csak meg kell nézni. És bennük volt azok az emberekben a haláli ösztön, hogy őt nem verésre mentek, hanem halálra mentek. Szó szerint halálra. Felidézte, hogy egy olyan kutyának a láncával a nyakán lógott egy fáról, ami azokhoz tartozott, akik előtte bántalmazták. Halálba kergették a fiamat, véleményem szerint önakasztásnak álcázták a megölését. A rendőrség egyelőre viszont kizárta az idegenkezőséget. A karcagi városvezetés számára továbbra is kiemelt fontossággal bírnak a szépkorúak. Hagyomány, hogy a hivatal külön is köszönti a településen a kerek születésnapot ünneplő polgárait. Német Istvánnéhoz kopogott be egy kisebb küldöttség, hogy 90. születésnapja alkalmából minden jót kívánjon neki. Kedves Ülika néni, kérem, engedje meg, hogy Magyarország kormánya, a Karcagvárosi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetői és dolgozói nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. Hát igazán nagyon meghatódtam, és nagyon szépen köszönöm. Drága Julika néni, engedje meg, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánjunk ezen a nagyon meleg, de nagyon kerek évfordulón. Isten öltesse sokáig, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, erőben, egészségben még sokáig közöttünk, ilyen boldogan, vidáman és ilyen fiatalosan, hát legalább 20 évet letagadhatna. Valami fantasztikus, de lehet, hogy 30-at. Isten öltesse sokáig!
1933 sok szempontból sorsfordító esztendő volt a világ történelemben. Nem került ugyanaz újságok címlapjára, filmhíradók sem számoltak be róla, de abban az évben született egy kislány, akit köszöntöttek Karcagi otthonába, aki munkahelyei közül a honvédségre emlékszik legszívesebben. A sereg sem feledkezett meg róla, hiszen a Honvédelmi Minisztériumtól emléklapot kapott születésnapja alkalmából. 17 évet. Hát nagyon szerettem ott dolgozni. Sok szép fiatal ember volt. Hát hogy ne szerettem volna. De aranyosak voltak. Hát ilyen fiatal emberek, hát amit mondtam, kértem, megcsinálták, aranyosak voltak, nem durcáskodtak, meg kellett csinálni, amit mondtam, igyekeztek. Elmentünk gyakorlatra, ott is, az erdőbe is, még ha ketten voltunk is, akkor is egyik elszaladt, de jött vissza már másik, hogy segítsen. Szóval én csak azt mondhatom, hogy a legjobb munkahely a honvédség. Az ünnepelt, bár becsülettel ledolgozott több évtizedet, nem a passzív, láblógatós nyugdíjasok táborát erősíti. Úgy telnek a napjaim, hogy igyekszem lekötni magamat. Dolgozgatok, virágomat locsolgatom, szeretem őket, a papával el vagyunk ketten, és aztán bejön, hozzaviszik, eltelnek a napok. Jó viszonyban vagyok a gyerekekkel, az a szerencs, hogy Erikájék is itt laknak, a lányom Szolnokon lakik, és hát ő van itthon talán a legtöbbet. Ha egy kis szabad ideje van, a kocsiba csapja magát, már itt is van, akkor igyekszik, mama ez, mama az, azt csináljuk, azt csináljuk. Igyekeznek segíteni. Jó gyerekeim vannak. Tanultak is, mindig szót fogadtak. Rendes gyerekek voltak mindig. Karcagon is, ahogy a legtöbb magyar településen, külön tisztelet övezi a szépkorúakat. Nem csak a közösség, hanem a hivatalok, intézmények részéről is. Így esett, hogy a születésnapozó családhoz a polgármesteri hivatal képviselői is csatlakoztak. Mint ahogy ott volt a köszöntésen Julika néni, Dunántúlon élő fia. Ő leginkább nagy családi ünnepek idejére tér haza. Lánya viszont Szolnokon él, ő naponta fel tudja keresni a szülői házat. Bár három unokája közül kettő is kozmetikus, az ünnepelt állítja, nem az általa kenceficéknek nevezett kozmetikumoknak köszönhetően tagadhatna le több évet is. Jó a genetika, jó. Nyáron is, mikor még volt kertföld, nagyon jó genetika volt ám az, mert kimentünk reggel, jöttünk haza délbe, délután gyorsan főzi valamit, egy unoka várt az ült a lépcsőn, mama, gyere, már éhesek vagyunk, hát akkor együnk gyerekek, főzzem, ettünk. A munka teszi az embert. Én mindig szerettem dolgozni. A nagy család összejött a jeles nap alkalmából, amelyen az ünnepelt is kívánhatott. Ugyan nem hármat, csak egyet. Mégpedig azt, hogy még 15 évig legyen szerettei körében. Ha a kívánság teljesül, 2038-ban minden eddiginél nagyobb csokor, minden rekordot megdöntő nagyságú torta, és már dédunokák is várják az ünnepeltet. A szolnoki rendőrök őrizetbe vettek egy 19 éves helyi lakost, akit egy napon belül kétszer állítottak elő lopás miatt. Mindkét alkalommal a nőnél volt a zsákmány is. Egy szolnoki lakos arról tett bejelentést a rendőrségen, hogy az egyik helyi ingatlan kerítéséhez lakatolt kerékpárjáról ismeretlen lefeszítette a lakatot és ellopta a járművet. A rendőrök a kiterjedt adatgyűjtés eredményeként egy órán belül ellenőrizték a feltételezett elkövetőt, akit éppen az ellopott kerékpárral közlekedett. A 19 éves nőt előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A kerékpárt lefoglalták, majd a sértetnek visszaadták.
Ugyanezen a napon a korábban előállított nő kinyitotta egy szolnoki lángosos büfékocsi ablakát, bement, majd üdítő italokat, valamint apró pénzt vitt magával. A rendőrök ezúttal is rövid időn belül a helyszín közelében elfogták a fiatal nőt, akinél megtalálták az eltulajdonított értékeket. Kihallgatása során a gyanúsított mindkét cselekményt elismerte. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A szolnoki rendőrkapitányság két rendbeli lopás vétséggel követése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!